Kisgyöngy pataka. Kisgyöngy patakába jövünk fel. De ez a Kisgyöngy pataka, ez Kisgyöngy patak völgye? Ez a Kisgyöngy patak völgye. Tudom, hogy a régi vasút. A vonalán. Itt hordták a fát. Itt hordták a fát. Nem? Túrabakancsba. Túrabakancs? Igen. Én nem léptek itt őket is kiveltettem. Igen. Most, hogy kérdezed? Rági négy, most te leszel egy... Kitöltöd az egész kamerát. Miért? Jó a technika! Itt van. Elemi. Most ez a Szentgyörgy pataka? Kisgyörgy. Kisgyörgy. Itt fölmegyünk a... Hova? A régi vasútnyomon fölmegyünk a pongráztetőre, tehát úgymondva körbe járjuk a Kisgyörgy patak völgyét, nyugatnak fordulunk a régi, utána pedig keletnek, s úgy kiérünk a pongráztetőre. Aha, és ott iszunk egy sört és visszajövünk. Utána pedig felszállunk a levegőbe. Oké, hát most akkor tudjuk. Ja, és hol jövünk le? Bocs. Hát a tervek szerint kimegyünk a gerincre, a Gyergyói gerincre, és onnan majd a Nagy György pataknak a felső részén beereszkedünk a Békés, ott, ahol a medvék szoktak lenni. Ott, ahol a medvék. Ott, ahol a medvék tanyasznak. De ott előbb le lehet jönni. Attól viszont nagyon izgalmas, hogy áll. Ha a fél homályból rád tekint a fény, és elindulnál a csodák ösvényén, amit dédapád és apád örökölt, amit ezer éve úgy hívnak, hogy anyaföld. Ez egy elvarázsolt hely és hazavár, hol a múlt szava még tiszta s rád talál, amit unokád majd egyszer örököl. Oda álmaidban minden éjjel visszaköltözöl, legyen mindig a cél az otthonod, ez a sors lehet bárhogy átkozol, de a küzdelem majd egyszer véget ér. Ez a bölcs, ami egykor innatott, most könnyezve kapja pár, a szívben él az hazatér. A hegyek, a fák, a gyönyörű hazád visszavár, az eltékozott száz év után.
Az a helyzet, hogy megérkeztünk Bogrász tetőre, és itt most meg fogunk inni egy sört ebbe a Oxigén bisztróba, vagy restaurantba. Jó napot kívánok! Maszk kell? Maszk? Jól néz ki. Ez az érdekes, hogy ez valahogy annyira hasonlít a csapolcsőre. Tehát ebben... Megérdemeljük az Eric, a rövid bemelegítőnk tárgat. Ugye, hogy egy kicsit csapolcsőre jellege van, hogy nem annyira buborékes? Igen. És jó, jobban. Hát én el szoktam engedni abból a konzervből. Mert kitöltöm pohárba, és akkor elmegy egy kicsit az erejét. Jó ízes. Milyen jó sör volt a íze? Montenegróba? Igen, igen, az jó. Miksics. Miksicskó. Jani, beteg vagy? Köhögsz, vagy mi van? Erre mondják, hogy az a sörök, amelyiket nekem töltik. Elmesélem akkor azt a mondát, amit te nem tudsz. Lehet, hogy Szabó is tudja. Melyiket? Mivel kapcsolva? Azt tudjátok, hogy itt volt egy vár. Ja, várpatakával kapcsolva. Várpatak, igen. Na, látod, már pedzegeti. Tehát itt volt egy vár, mégpedig ott volt a vár, vagy ott állt, ahol a Békás felé menő út éppen, hogy elkezdett emelkedni. A régi leírások szerint, de állítólag megtalálták az alapját, és hogy létező dolog. És ez a Hirippinének volt a vára. Hirippiné az egy özvegyasszony volt, akinek volt kettő darab fia. És ezek egy ilyen daliák voltak, tehát ilyen jó kötésű gyerekek voltak, és abból éltek igazából, hogy a Békás, Gyergyó és Csíki kereskedelmet megsarcolták. Tehát időnként, amikor elmentek valami karaván ment, hozták a pénzt, akkor ezek lecsaptak rá és elszedték, de hogyha nem volt ilyen, akkor betörtek Gyergyóba, és ott fosztogatták a házakat. És nem egy ilyen fiatal lányt elraboltak, felvitték a várba, és ilyen szadista hajlamokat éltek ki. Igazából a Hirippiné volt az igazi szadista, tehát az lovalta a fiúkat mindig, hogy menjetek, aztán raboljatok. És hát hiába próbálták meg a gyergyóiak, hogy elfoglalják a várat, vagy valamit csinálnak a két fiatallal. Igazából nem sikerült, ezek mindig legyőzték őket, mert felengedték a várba, de csak megküzdeni engedte föl, és akkor ott eltették lábbalól. 2015-ös. Most az egyik fiút azt úgy hívták, hogy Damakos, és van állítólag egy Damakos nevű hegy. Nem tudom, hogy te ezt tudod-e. Nem, egy van Damakos helység is itt, igen. A másik pedig Barabás volt, tehát Damakos és Barabás a két hegy, általában itt van arról elnevezve két hegycsúcs. És akkor kitalálták a gyergyóiak, hogy na akkor valamit kéne kezdeni, mert megszaporodtak nagyon ezek a utonállások, és azt találták ki, hogy lépre csalják őket. De hogy csalják lépre őket? Hát ki gondolta, hogy biztos, hogy van olyan spicli, aki befújja, hogy mikor megy egy nagyobb szállítmány keresztül Békás felé, mert hogy mindig ezek olyankor csaptak le, és olyankor vitték el az árut, amikor egy ilyen nagyobb szállítmány volt. És kitudódott, hogy a Gyergyó a falunak a szélén, mert akkor még falu volt, annak a falunak a szélén egy ilyen nyomorék, aki mankóval járt, az jár be a kocsmába, és akkor ez viszi a hírt föl a várba valószínűleg, mert látták, mikor este arra felé ment, és kaphat valamit érte. Na, összeültek, hogy akkor valamit kitaláljanak, és kitalálták azt, hogy hát ugye megtalálták a törököknek a kincsét fönt
Békás felé, és lehozták, de nem merik áthozni, mert félnek, hogy el fogják tőlük rabolni. Ezért azt csinálták, hogy a gyilkostó fölött volt egy nagy barlangszáj, amiből folyt ki a patak, fönt belefolyt a patak, lent meg kifolyt a patak, akkor még nem volt gyilkostó. És azt találták ki, hogy azt mondják nekik, hogy ott van bent a kincs, és apránként fogják áthordani az erdőn keresztül. De közben egy hónapig dolgoztak azon, hogy ilyen nagy kövekkel elgátolták a patakot, és majd mikor ezek föl jönnek, akkor szétrombolják ezt a gátat, és akkor elmossa őket a víz. Na így is történt, hogy de a két gyerek az nem akart menni, hanem az anyjuk rábeszélte őket, hogy hát muszáj mennetek, mert kell a pénz. Ezek fölgyalogoltak, bementek a barlanghoz, riasztották ott az őrt, az ilyen nagy rudaló fákkal szétrombolta a gátat, és akkor kiömlött a víz. Elmosta a két gyereket. És ebbe őrült bele a Hirippiné, hogy eltűnt a két Dali a fia. Hiába kereste ott őket össze-vissza, egyszer nem találtak a patak mellett, tehát hiába kiabált, meg minden, egyszer eltűntek. És állítólag megöregedett, a várat elhagyta, mert le is rombolták a várat a gyergyóiak, éppen azért, hogy ne tudjon oda visszamenni, és állítólag a mai napig itt járkál az ilyen elhagyott patakmedrekbe, keresi a időnként lehet látni, keresi a fiait. És akkor elevenedik ez meg, hogyha sokat gondolnak rá. De ez egy ilyen boszorkány lett, ez a Hirippiné. Erdélyben sokfelé csinálnak sokfajta sajtot, de mi egy helyre járunk már vagy 10 éve. Ide a kárpáti érlelt sajtok bótjába. Úgyhogy most itt benézzünk majd, hogy mit árulnak. Maszkot kell venni? Szabolcs, kell maszk? Menjünk be. Jöjjek, fordítsak neked? Együtt voltunk fönt a izén.
Szabolcs, nem ismered a legalább. És Szabolcs nem ismeri. Ne, én jöttél? Én voltam, intettem. Hello, szia. Helyre mondom, Lanvára tartanak. Na menjünk. Ne én menjek egyből előre az évvel, ebből a szarra. Jó. Azért csak maszkot kell használni? Filmezni lehet? Csak sajtot filmezünk. Csak sajtot. Na szóval itt rengeteg fajta sajt van, úgyhogy néha el se tudjuk dönteni, hogy mit vegyünk. Most azt a tekerő öregiből fogok kérni. Feri, nálad jó sok pénz van? Nálam? A 20-as. 20-as. 20-as meg tudod adni? Mert akkor én úgy vásárolom. Várjál. Öreg sajt. Havasi extra. Szarvasgombás. Itt 1000 fajta van. Olyan 40 lejkőzik. Te veszel cím? Már veszem. De majd a borsosból is szeretnék, az borsos, igaz? A legborsos. Igen. Szóval az a jel. Jó. Szóval az a helyzet, hogyha tekerőpatak felé jársz, és mész át mondjuk Gyergyóból Csíkba, akkor itt mindenképpen állj meg, mert ennyiféle sajt közül lehet válogatni. Ezek hol készülnek egyébként ezek a sajtok? A sajtok itt hátul a gyárban, itt van hátul az útvonalon. Aha. Mert korábban azt hallottuk, hogy aki megalapította, ő kint tanult Svájcba. Igen. És akkor hazaköltözött, vagy visszaköltözött? Hargita fürdő? Igen. Megérkeztünk Hargita fürdőre. Időközben csatlakozott hozzánk. Levente Csíkdán falváról, meg egy kutya. Szabolcs mindjárt becsomagolja. Jó kutya, jó kutya. Ötön tudja, hogy kis szeret, látod? Kutya, mit dobtál ki, mindjárt megnézzük. Jó kutya vagyok, jó kutya. Szevasz, Fidó! Jó kutya vagy. Mindenki nem, úgy. Kinél van még kaja, azt mondja. Hol jártál az óroddal, ne? Valamit már eltemetett. Kontúrás. Hol egy helynek, hol a fájó szívek gyógyításra lelnek, szívét nemzetennek elküldeném oda, Uram, kegyelmeddel térjen onnan vissza. Thank you.
fél.